Hello mindenkinek, folytassuk a Skywalker szaga végigjátszását az utolsó előtti filmmel, azaz a nyolcadik filmmel, a Disney trilógia második felvonásával, ami a The Last Jedi, vagy az utolsó Jedik. A magyarok is nagyon jól kitalálták a címezést, ugyanis, hogy az utolsó Jedi lett volna, mivel Luke az utolsó Jedi. De sikeresen megoldotta Rian Johnson. J.J. Abrams után ugye ő vette át a rendező stafétapotot, és ezt a filmet kaptuk meg. Én azért nem szeretem a Disney trilógiát, mert amit bántak vele, konkrétan, hogy a hetedik film, mondom, nem volt rossz, voltak benne jó pillanatok, de az sem volt olyan kiemelkedően jó. De viszont a logikai bukfencek az már az utolsó Jediktől kezdődött el, és konkrétan így az egész trilógiát nézve, így konkrétan egy síralomház az egész. Viszont ahhoz képest, hogy van egy nézőm, aki konkrétan egy nagy Star Wars profizmussal rendelkező szakértő, és én konkrétan nemrég néztem Rixonnak a különböző streamjeit, és néha-néha mondogattam elég érdekes információkat ott is, de néha úgy idézőjelekben lelettem osztva, de nem annyira sértődékenyen, hanem csak helyre lettem rakva, miszerint én Tom Kennyt mondtam Tom Kane helyett a szinkronizálás kapcsán, és senki nem szólt fel, hogy figyelj, a kettő személy nem ugyanaz. Tom Kenny a Spongya Bob, és Tom Kane volt Qui-Gon, Akbar admirális, Yoda, illetve a Clone Wars narrátornak a hangja. Senki nem szólalt föl. És most jöttem rá egyébként. Így az utolsó előtti film kapcsán. Köszi, hogy nem szóltatok. És én kérek elnézést, hogy félreinformáltalak benneteket. Az a kezdő contentgyártót számára az még oké, az még elviselhető. De hogyha a profizmussal tolja és félreinformálja az emberiséget, akkor ott az egy picit cringe a helyzet. De azóta senki nem szól ezek után, vagy nem is mernek szólni, vagy egyáltalán nem érdeklik. Vagy ennyit erről, hogy nézik a videót. Mindegy, nem jártatom tovább a pofámat. Már így is nem jó kedvel indítom el ezt az egész videót, mert egyébként ahogy folyamatosan haladunk a játék vége felé, így folyamatosan érződik az, hogy én szeretem a Legót. De az, amit a travel tészesek így konkrétan megerőszakolásnak neveznek, az fájdalmas. Tehát itt konkrétan a legjobb részeket úgy babatelizálták ilyen gyermetek fosokkal, hogy egyszerűen rossz ránézni. Na nézzük, mit kéne el nekünk az utolsó Jetik. Ja, és egyébként Rickson is ő maga elmesélte, hogy nála a Jedi visszatérnél jelent meg. Már ezért is nem mondom az előszót. Hogy Rixonnál is előfordult, de nála a Jedi visszatérnél történt elő, hogy a sárga felmenő szöveg során konkrétan leblokkolta a YouTube a videóját, nézhetetlenné, de nem kapott klémet, vagy ilyen sztrájkot, hál' Istennek, viszont nála a Jedi visszatérnél történt meg az, hogy azt hitte, hogy a Force Awakens szöveg suhingat, nála meg konkrétan a Force Awakens blokkolta le a sárga feliratot. Úgyhogy most ennek függvényében már ezt se fogjátok látni, hogy konkrétan a nagy üldözés, az autós üldözést láthatjuk végig egy egész film alatt. Tehát egyszerűen. Ja, meg az, hogy az ébredő erő, ugye a szöveg, sárga szöveg után hogy kezdődött, hogy egy elsőrendi csillagromboló árnyékolta be az egyik bolygót, és eddig szépen mindegyiket legósítva normálisan megmutattak, itt meg konkrétan a Poe Dameron egy sütiszelettel leutánozta. Az mondjuk erőszakos volt. Na itt a másik, hogy konkrétan az operatőrt itt fejbe kólintotta a repülés során, de így kezdődik a nyolcadik film egyébként. Ja, és megszégyenít egy teljes TIE Fighter rajt. Na, ezt érdemled meg, hogy konkrétan point csináltatok az egészből. Így konkrétan nem lehet senkinek szurkolni, mert mindenki megúszza. Jó. Pót megkaptuk, mint pilóta. Illetve a sisakos verzióban is megkaptuk, és ugye ott van az első küldetésünk. Ja, és itt már megkapta a nitrós kiszerelését. Dameron defiancia. Here goes nothing.
ellenszegülése. Faxot kaptak. From Poe Dameron of the Republic Fleet. It's a very good likeness. How is your mother, sir? Obliterate them! Ja igen, volt egy ilyen, hogy hogy van anyád. Igen, valami ugyanaz. Ja, meg maga az egész film annyira Disney-esen vicces, hogy már el is veszítette a Star Wars különét. Illetve a második játékos kapott egy másik pilótát egy vészárnyú alakjában. És ez Tully Lintra, gondolom ez az ázsiai csaj, aki ugye meg fog halni, és Rose-nak a főszereplőnek hazudottnak a húga, vagy a testvére. De az bomba droppoló volt, nem pilóta. Én mindvégig a csillagromboló felé mentem most, hogy szemből jöttem most újra. Na, itt is logikai bakik vannak. Mindegy. A Dreadnought felszínét kell kiiktatni. Ja, kiiktathatunk egy csatahajót! Mindezt azért, hogy majd lefokozzanak. Ja, és akkor itt jön majd izé a lila hajú feminista. Uáááá! Na, itt érdekesen gyorsabban meg lesz a háromharmad, vagyis hát egy egész. Mint amilyen a Jakku-s menekülésben volt. Hey, nem á! Egy pici mi visszakaptam a Battle Force 2 PTSD-met? Egy pici kocca a felszínre is már halott vagyok? Nem áll. Léci, ne. Legalább nem kell erőről kezdeni az egészet. És hát checkpointtól, hanem ott, ahol megálltunk. Na, kellenek még torpedók is. De... miért nem jöttök ide? Érted? A TIE Fightereket írtom, és sem ződik a Dreadnought. Mi van? Hogy... De hogy lehet lelkileg összekapcsolva a TIE Fighter a Dreadnought-tal? Mióta? Most kéne lelépni, de nem. És emiatt kap majd lefokozást. De hát az a bombás jelenet, ahol konkrétan nem működött a... Mi mentünk át FPS-be? És hát FPP-be, nem FPS. Mindenki rosszul használja a megfogalmazást. Mert perspektíva, nem pedig shooter. Oké, lövöldözünk, de perspektíva! Csönd legyen már! De... oké, jó az, hogy belső nézetben nézzük, de most ez miért? Hát ebből nem lesz 10 TIE Fighter, az biztos. Hát ilyen lassú célzást még életemben nem láttam. Ja, magam alá nem is tudok nézni, csak szembe. Annyira örülnék, hogy még sebezni tudnám őket. Ja, tényleg azt akartam mondani, hogy a vákum nem működött a bomba ledobásán, ahogy volt a jelenet, amikor a Rose-nak a testvére, miatt még meghalt, ugye ledobta a bombákat, és ott alul nyitva volt, és ki lehetett nézni az űrbe. Nem volt vákum. Nem működött. Na, itt a bombázó.
Na, itt vannak a protonosok. Ja, le kell kapcsolni a hangárokat, mert onnan jönnek ki. Akik húzzák a lila kondenszcsíkot, azok tartalmaznak protont. De a kút nyomjad, te szerencsétlen! A kút nyomtam! Nem bizény nekem itt, míg kittezné már nekem, szarok bele. Hát de ezt nyomtam, de... Miért nyom egy ilyen nagy lökést, mint hogyha speedeznék? Nem csinálok. Na állj már meg, idióta automata kamera még mindig. Mint ha azt hinné, hogy konzolos kontrollert használnék, pedig a lópikulát. Na, bezártam a hangárt. Na, Page-nek hívják. Nem is tudtam a nevét. Na, és itt, mi itt sincs vákum. Tehát ezt olyan szépen áthozták. Ez van, még ezt is poénkodjátok el. Nem áll. Meg sem nyomtad a gombot. Tehát akkor ez... Ja, az a Tali, nem ez a... Carrie Fishernek a lánya? Aki a filmben játszotta? De úgy tudom, az nem volt pilóta, hanem csak izé. Igen, ez a filmben is így volt, hogy konkrétan felmoshatta vele a padlót. Kapcsolják Snoke-ot a kabinomba. Azt mondtam, hogy a kabinomba. Meg. Hát persze, a Benz voló mémet is elő kellett hozni. Itt valakinek nem hiányzott volna. Kicsit sem. Well done, pal. Finn naked leaking back? What? Ja, és így Finn random fölébredt. Finn buddy! It's so good to see you! We need to... Hol van Ray? De ez milyen jól meg tudták oldani a cikk-szalagozást, ez mondjuk tetszett. Ez mondjuk kreatív. Hol van Ray? Megvan az egész. True Jedi. Egy challenge-et megcsináltam. Nem tudom, mi volt az. A minikiteknél meg gondolom egy bomba szállítót. Nem bomba szállító, hanem valami ellenállás hajót lehet begyűjteni, viszont fel lehet oldani Leia tábornokot, meg gondolom a lány, aki a lányát játszotta, gondolom ez ő az, és egy TIE Fighter Interceptort, elsőrendi Interceptor, illetve egy ilyen Resistance bombagyártó, bombarakó. Na, ja, ez a bakta ruhás kiszerelés. Gotta be a closet around here, or something. Illetve külön pót megkaptuk ilyen fekete ellenállásos, fekete kabátban. Gondolom, amivel majd arra a havas piacos térre mennek. Most hirtelen nem tudom a nevét. De mindegyik hős karakter, szóval bárki használhatja a hős terminált. Come on, let's get you some clothes that don't leak. That's cool. Ja, Finn, szivárgó, zacskó, mi? És konkrétan ez egy küldetés rész. There's nothing in here. Who took it all? Vagy csak egy átvezető. People have a habit of borrowing and not returning here. If you look around the ship, I'm sure you'll find some spares lying around. Says here that the last jacket. Jó, keresünk neki ruhát. Don't think I know the guy. The jacket should be in that wardrobe there. Aha, és akkor olyan hasonlón kell felöltözni, mint amikor izében volt. Akkor rohamosztagos cuccat lehet fölhúzni. Na, menjünk Leiához egy pofonért.
Ja, még mindig ruhát kell keresni. Ja, most adjuk rá a ruhát, ezért... Oké. Okay. Na, megkapta a ruhát. I'm dressed. So where now? All right. We've got to go back to the bridge for a debriefing. Get you all caught up while we're there. Ja, most megyünk Leiához egy pofonért. Megyen egy pofonért, te. Ó, ott van! Ő Leia lánya. Nem, akkor ez nem tudom kicsoda, de ez nem a lila hajú. They've tracked us through light speed. Hanem ez... Ja, ez Leia ebben a ceremónia ruhában. Tehát akkor kétszer kaptuk meg Leiát. Ja, most lesz az, amikor felrobbantják, de nem... Nem Kylo robbantja föl. De... Jó, Akbar így hal meg. Oké, megértem. De nem ő nyomta meg, hanem a társa lőtte ki az egészet. Ja, és ez. Hogy Carrie Fisher itt a forgatás alatt halt meg, ugye Isten nyugasztalja. De hogy a filmben is egy nagy hülyeség volt, hogy így Supermanként visszarepült. És ráadásul itt egy poénosan oldották meg, hogy konkrétan a horgászbottal visszahúzza magát. Ja, bonyolítsátok még. Holdó. Miért nem mész a Holdra? És miért van belőletek kettő? Nem már ez valami utalása izére? A pöcsömre, a női, a főgonosz segítő három lány, akik rábuknak a főgonoszra. Az a Szépség és a Szörnyetekben volt ilyen hasonló. Aztán meg is itt van Rose. This fleet is doomed. I need to warn my friend Rey. If she comes back to it, she's doomed too. I'm turning you in for desertion. Úgy van. I wasn't running away. I need to get to my friend and warn her that this ship is doomed. We can jump to light speed. They can track us through light speed. They can track us through light speed? Yeah. Nem. We're dangerously low on fuel. Active tracking. Hyperspace tracking is new tech, but the principle must be the same. They're only tracking us from the lead ship. We gotta speak to Poe. Ez mondjuk jó, hogy a filmhez hasonlóan egyszerre beszéltek. Legalább hű a filmhez! The guy who used to mop it. If I can get us there. I can shut their tracker down. Why would a door be locked behind some target practice? The only way to ensure everyone is training with their blaster. You got that look on your face. Tell me, what's going on? Na, és akkor itt haladunk tovább. The first order is only tracking us from one destroyer, the lead one. So we blow that one up. I like where your head's at, but no. Sneak on board, disable the tracker. Our fleet escapes before they realize. How do we sneak the two of you on? Itt azért hadonászik Rose, hogy figyelmet kapjon, de tőlem nem kapsz figyelmet. Mi a? Ja, a kódtörőt kell most megkeresni. Aki Benicio del Toro és Dodog és Genya. Ja, keressük meg a piros lombvirágos kódtörőt, nem ő lesz az. Ja, most jön a kaszinós pálya. Nem lenne rossz a külcsín meg az ottani populáció miatt, de ez a petás propaganda, az mondjuk az nem tetszett. Kutyaszenyő bolyhos lovak megmentése? Kantonika. És fogadni mennék, benne van a nevében, hogy ellenállási transportpod, tehát hogy szállító, tehát hogy nem harci hajó, biztos vagyok benne, hogy lehet vele lőni. Ahogy kinézem ebből a játékból. Hát volt olyan, amivel nem lehetett lőni. Na, és már ez is egy egész pálya. Hub World. You sure we can park here? Don't get distracted. Remember. Aha, biztos, hogy így parkolhatunk? Illegálisan parkoltuk ide, csak szólok, és ezért miatt vágnak a börtönbe. Ez random itt volt, mert észrevettem, és mi ott van fönt, ahová nem tudok most fölnézni. Oh.
Rose is hős karakter egyébként, és a jól látom neki közelharcia a sokkoló. Ami egyébként úgy néz ki, mint egy ilyen pisztoly, és egy kukker összekapcsolva. Nem vicc. Jó, nézzük mennyi van most a képességbontokból. 21. Na, hát akkor váltsuk be az erősebb hajólövést. És akkor esetleg még a heal recovery-t még fejlesztem, és akkor ezzel szerintem lemondok az összes fejlesztésről, mert ezek éppen hogy eleget csináltam. A fő dolgok már megvannak, úgyhogy haladni szépen tudunk. Anyád de beszaggatott. Na, itt van egy szobor, konkrétan ezekről a kutyafejű óriás lovas, prémes lovasok, lovas izékről. Akkor ide kell bemennünk a kaszinóba. Alright, Red Plum Bloom. Vörös plom virág. Oké. See if anyone seen him. I don't even want to go to the private party. A Red Plum Bloom? I mean, that's so last cycle. It's a crime that he thinks he looks good with it. Jó, ő nem tud semmit. I had to talk my way into the Codebreaker's private party, but I couldn't understand a word the guard said. A Twi'lek, I think. Big guy with a head tentacles. Aha, egy Twi'lekkel kell beszélnünk. Oké. Hát, ha ő tud valamit a izéről. Egy Twi'lek csávó, hát, ha tud valamit. Looks like he's not gonna let us through. Aha, nem enged már minket. Akkor máshogy kell behatolnunk, de egyébként oda hátra kell bemenni. Ezt húzzuk meg, hát ha csinál valamit. Ó, ez egy szerencsekerék, és nekem kell megállítani. De jó! Most már értettem. Na nézzük ezt a... This place is so much fun. We have nothing like it on my home planet. Az a baj, én nem tudok droidul. BB-t viszont tud droidul. Astrul. Aha, azt mondja, hogyha a Twi'lek csávó, akit válja az ajtót, a zongora kísérettel el tudjuk kergetni. Oké. Master Court Breakout. Breakout, ja. Kitörés a börtönből. Szó vicc! Szó játék! A Red Plum Bloom. Na megvan. The Master Codebreaker. De nem ő az. Yep, those are the shuttle parkers. All right, you two are under arrest for parking violation 2017.
Elvitték a cuccainkat. Without a code breaker to sneak into Snoke's Star Destroyer, what do we do? I don't know. Unless you got a thief in your pocket. I can do it. What? Yeah, shit on DJ. Me and the First Order codage. Go way back. Takarodj már! A hivatalos sárga Lego kanállal kiszabadította magát. De egyébként DJ ugye Donjoy, ugye ne csatlakozz, ugye ő fegyverneper mindkét oldal számára. Ő csak teszi a dolgát, de ne bízunk meg benne. Na jó, ha le kell kapcsolnunk a... Aha, az nem szabad rálépni, mert akkor az bekapcsolja a riadót. Ide nem tudok fölmászni. Jó, tehát a játék megjegyezte, hogy elvitték a cuccainkat, tehát mi nem tudjuk használni. Ha viszont építenünk kell dolgokat. Mert csak pénz. Ja, de itt van, jó. Nem, be kell nyomnunk, hogy eltereljük a figyelmüket. Miért mentél el? És kell egy harmadik személy. Aha, ez így nem lesz jó. Akkor... húha. Meghúzom, akkor mi lesz? Ezt nyitja ki. Olyat mondjatok, amit nem tudok! Egyébként ezek villognak, effektíve tudok építeni belőlük valamit esetleg. Megy egy figyelemelterelés. Megépítettük magunkat. Ne vegyél észre, ne vegyél észre, ne vegyél észre! Okay, it's in here somewhere. Great! Looks like our stuff is locked behind that force field. We just need to disable that power generator, right? Valahova fel kell majd ugrani. Hát mondjuk ide. Na, ezt kell lekapcsolni. Viszont ezt én felhúzom. Nincs lábbeli. Ja, csak székepű fölnöm. Ja, jó van. Na, a cuccak visszagyűjtve. Komplett börtönlázadást csináltunk, oké, okay, rendben van, legalább elterelik a figyelmeinket. Te meg hogy kerülsz ide? Hát kizártalak. Te most csodálkozol, hogy eddig voltak egy grepül a zsebedben?
Jó. És akkor most ez kell. Mondom, ez kell. Those cops will be here any minute. What now? Ah, itt a peta. Ja, meg a kisrácok. We're with the resistance. Vegyetek póló, vegyetek Star Wars pólót, meg Star Wars sapkát, ellenállásos pólót. Ja, és itt ebben az a melankólia van, hogy mindenkiben ott van az erő, és ez volt az a kisrác, aki még a film végén magához húzta Force-szal a izét, a seprűnyelet. Na de DJ itt van. Ja, közben itt meg Rey és Anakinnál, vagy Luke-nál, bocs. Dobd el kardot, dobd el. Dobd el. Ennyi. Így, megerőszakoltad az előző három trilógiát. Vagy az előző két trilógiát. Te megtegyed le, te kis köcsög! Ki mondta, te felveheted? Ne kövessetek, ne kövessetek! Ne kövessetek. Ne kövessetek. Új karakter nincs. Jó, akkor oda le kell menni. Master Skywalker! Legalább most nem szürcsüli a kék tejet, hanem csak el... Elmegy budosni, és ezt majd csúvi töri be. Csuvi törte be, úgyhogy ő is be fog menni. Please stop following me. Na most követni fogjuk. Ennyit erről. Look, the resistance have sent me. Whatever you got to say, I'm not interested. But Master Skywalker, are you always this annoying? I don't know. Még akkor is követünk téged, hogyha nem érdekel ez téged. Look, you seem like a nice kid, but I'm not interested. Master Skywalker, it's about the First Order. I know you can hear me. Ez most komoly. Már a filmben is rövid idő alatt ülőre jutottatok, de most még hogy így kell húzni. Tér már részhez! Már nem is fut. Úgy pofon vertem, hogy már nem is fut. Listen, kid. What's your name? Rey. Where you from, Rey? Nowhere. No one's from nowhere. Jakku. All right, that is pretty much nowhere. Maybe you should go back to nowhere. Akkor minek kérdezted? Tehát, akkor miért említetted meg, hogy a senki az, aki sehonnan jött? Nem látta elég Clint Eastwood filmet. Look, if you insist on following me, why don't you make yourself useful? I've lost my milk bottle. Go find it and bring it back to me. Hogy én szolgáljalak ki téged majd, hogy te csinálj magadnak kék teát? Kecske tejet csinálsz magadnak? Nem mész el az anyádba?
Még a forgatáson is mondtad, hogy konkrétan ez egy elsavanyodott szar tej volt, és konkrétan mindent megittál, tehát mindent elkövettél, hogy mindenkinek jó legyen. De a forgatás után, amikor mondták, hogy vágás, abban a pillanatban kiokáttad. Tehát, gyerek! Jó, megértem, hogy teljesen ki voltál akadva, kedves, tisztelt Hemil. Hemil úr. Aki konkrétan ki volt akadva, hogy így kellett lezárni az ő sztoriját. De hogy konkrétan egy ilyen remetét is csinál belőle, az egész konkrétan egy katasztrófa. És most hol van az a köcsög porg, aki elvitte a tubusát? Mi az Isten? Mit kell meggyújtani? Hova tűnt ez a porg? Anyádat. Minek vettem fel ezt a fákját? Thanks, kid. Don't think this means I owe you anything, though. Luke, ne csináld már. Ne csináld. Édes Istenem! Nézd már meg, hogy szivattyúzzák ki belőle konkrétan. És most ezért odaadtad egy porgnak, akit ma múltkor elvettünk tőle egy másiktól. Ja, és akkor itt van ez az odó, ahol a könyveket látta. Régi szentírások. Rohadtul nem olvastad. És még Yoda is azt mondta, hogy nem olvasta őket. Ez volt az a mondat, ami megállás nélkül fos ki magából a betöltőképernyőknél. Nem ahogy a porgok mondják, hogy Léci segítsen neki. Jó, legalább Csuvi akkor azt mondja. De a porgok ne segítsenek már! Szomba marmos már. Jó, most átváltok Ray-re. Érdekes, még a kardot még nem tudja használni, mert még scavenger állapotban van. De most oda kell följutni, akkor nyilván kövessük az utat. Meg gondolom, itt volt egy rész, ahol konkrétan még a sötét oldal is átjárja azt a terepet, és oda be fogunk menni. És konkrétan önmagát nézi, egy OBS stream keretein belül önmagát nézi sokban. Visszafele, ami igazából Rian Johnsonnak egy Daisy Ridley... nyálazzás iránta, igazából. Ja, és minden idők legrosszabb kiképzése. Szagolj a szélbe, és légy Jedi! Bocsánat, hogy Kenny szavaival élek, de ez konkrétan ez az a jelenet. Sit down. Reach out. Édes Istenem. Úgy van, még te tézzétek. Utálom ezt a játékot. Utálom ezt a játékot. Komolyan, utálom ezt a játékot. What do you see? Minden egyes tematikáját megerőszakoljátok. Komolyan. There's something else beneath the island. A dark place. It's calling me. Resist it, Ray. You went straight to the dark. That cave. I need to see what's inside. Nem akart ellenállni. Itt azt mondom, hogy nem is kellett volna egyáltalán tanítani. Hát
Hát ez csak úgy engedte magát a sötét oldalnak konkrétan. Ja, és most jön az OBS stream test. Ott a lyuk. Geronimo Darkseid. Na. Aha. Érdekes módon nem egyszerre mozgunk, de a tükör az megvan. Aha. A tükörképet kellett használni. Aha, ilyen tükörképázó feladat. Mondom, ez OBS stream, gyerek. Na itt hogy van? Kiképzés. Ott az OBS stream. You'll bring Luke Skywalker to me. Can you see my surroundings? You're gonna pay for what you did. Ja, és akkor itt itt a Skype szexelés, ahol konkrétan Force Link-kel, Force Skype-olnak egymásnak és beszélgetnek egymással. As he senses yours. And he feared it. És tényleg az lett volna, hogy Luke megölte volna Bent, de mégse tette. Most ilyen gyorsan lerendezik, és most jön a Luke boss fight. Mert olvastam a boss fightokat, hogy Luke lesz a következő. Az volt a szöveg, hogy did he do it? Tehát ez egy utalás a szenátusra. Tényleg megtette volna? És elvileg az, hogy tényleg megtette volna. Hogy megöli Bent. Ja, és ennyi volt. Még zenét se kapott volna. What happened? I thought I could train him. I could pass on my strengths. Snoke had already turned his heart. And he turned on me. If I go to him, Ben Solo will turn. Rey. Don't do this. Then he is our last hope. De gyorsan meggondolta magát. I'm ending all of this. Na jó, majd villámot szórok. Lost Ben Solo, Yuti. Lose Rey? We must not. És akkor most jön a pretoriános... I know there's still good in him. A pretoriános harc ellenet. Egyben Snoke teljes kifingatása.